nagyon köszönöm a szép ünnepet a bérmálkozóknak, a szülőknek és mindazoknak, akik jöttek, hogy pünkös napján együtt ünnepelhessünk. Vannak dolgok, amikre számítunk az életben, én is így voltam ezzel a mai szentmisével. Számítottam rá, hogy az állványzat eltakarja a szép festőket és a falfestményeket és a díszítéseket, aranyozásokat. Arra azonban már nem számítottam, hogy ilyen göröngyös út vezet itt a templomba. Kedves bérmálkozók, ez azonban lehet nektek is példa. A göröngyös út nem szabad, hogy elriasszon benneteket, nem szabad, hogy hátráltasson bennünket. Biztos, hogy sima úttá fogják tenni az itt dolgozó lelkipásztorok és az itt dolgozó szakemberek ezt az utat, de amíg göröngyös, addig is Jézushoz akarunk közelebb jutni. A bérmálás szentsége ezt segítse, ezt erősítse a szívetekben, a lelketekben. Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét, a Szentlélek ajándékait, hogy híveid ne szégyeljék a világ előtt megvallani a keresztre feszített Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát Krisztus a mi Urunk által. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, Alleluja.